Kedves Attila, remélem, hogy jól hallható vagyok. Ezt a hangfelvételt el szeretném neked küldeni. Te majd megítéled, hogy másiknak is fontos, hogy ezt hallja vagy sem. Köszönetet szeretnék mondani neked és mindenkinek, aki itt megszólalt ezen a csatornán, mert engem is megérintettek ezek a szavak, amiket kaptatok a Jóistentől. Keresztény családban nőttem fel. Mindig is azt hittem, hogy Isten közel van hozzám. De ahogy nőttem fel, és jártam iskolákba, jártam a templomban, és imádkoztam is, de a szívem egyre jobban kiszáradt. És ezt az élő kapcsolatot, erről nem is tudtam, hogy ez valóban működik oda-vissza irányban. Hogy nem csak mi könyörgünk, és mi próbáljuk Istent ugye elképzelni magunknak, és megtenni amit ugye a vallás így előír, szabályokat, meg templomba járást. Boldog voltam, amikor ott ültem a padba, és úgy gondoltam, hogy beszélgetek Istennel, de hát csak én mondtam a monológiaimat, és hát ez összehasonlíthatatlan azzal, amit, hogy olyan fantasztikus, hogy pár mondatban el lehet mondani a lényeget, hogy átadjuk a szívünket a mi jó, édes Jézus Krisztusunknak. Átadjuk a terheinket, odajárulunk hozzá, és ő szívünkbe lakozás vesz, és tanít, és vezet minket. Szóval a nagy kereszténységgel oda jutottam én is, hogy még 20 vagy 23 éves lehettem iskolák elvégzése után, hogy teljes letargiába estem. Senki nem tudta, hogy mi a gond, még én sem ismertem fel, hogy mi lehet a bajom, de valójában már utólag tudom, hogy ez depresszió volt. És jártam közben a templomba, és imádkoztam, és nem értettem, hogy Isten miért nem segít nekem, miért nem szól nekem, miért nem vezet engem, elmegyek gyónni, elmegyek áldozni, és ki vagyok száradva. Hát ez a lelki egy évig tartó lelki szárazság után, hát én is még jobban beleestem a világba, egy szerelembe. Egy olyan szerelembe, ami egy titkos szerelembe. Azt hittem, hogy ez lesz a boldogság, és úgy éreztem, hogy nem tudom kiadni, hogyha Isten nem tud engem megvigasztalni, hát akkor fordulok másokhoz, fordulok az emberekhez. 2 évi, ugye, ilyen hazudozás után azt éreztem, hogy hát az elvárások erősen nyomtak, ugye, hogy fiatal lány vagyok, hogy menjek férhez, tehát ennél a személynél ugye szóba sem jöhetett, hisz nős ember volt. És csak szakítottam vele 2 év után, és megtaláltam a férjemet. Vagyis pont úgy történt, hogy megtaláltam a férjemet, és akkor rögtön szakítottam ezzel az illetővel. Utána szépen sorban születtek a gyerekek, 3 gyermekem van, és a gyes idő alatt, vagy a gyes vége felé haladva, ugye szaladva a világi dolgoknak, hogy megfeleljek, hogy legyek valaki, ugye ez a buta hírnév iránti vágy, ez az Istentől elfordulás, hogyha Istenben nem találtam meg magam, ugye, de ezt nem tudtam így tudatosan akkor így kimondani, sőt, még abban is tetszelektem, hogy jót akarok az embereknek, és segíteni akarok nekik, ezért ilyen segítői dolgokat tanultam. De a Jóisten kegyelméből az utolsó résznél, mert több éves volt ez a képzés, egyszerűen gátakat és falakba ütköztem, ami új volt, mert előtte sohasem volt ennyire nagy, éreztem, hogy ennyire nagy fal előttem, amit hogy nem tudom megcsinálni, nem sikerült, többször nekifutottam,
vagy a gyereknek tört el a keze, és nem tudtam elmenni, és túléptem a hiányzást, vagy nem tudtam időre ugye beadni a dolgozatot, amit kellett. Ez már gyakorlati segítői esettanulmányok voltak, és nem értettem, hogy küzdök a saját erőmből, és nem sikerül. És ekkor Istenhez fordultam, bár igen, én Istenhez szóltam, Istenem segíts, mutass nekem utat. És ugye a telefon nálam volt, én előtte úgy egyáltalán nem is érdekelt se a YouTube, se semmilyen dolog, ugye gyerekekkel el voltam foglalva. És akkor úgy éreztem, hogy elkezdett vezetni. De hát ilyen ezotériás videókat hallgattam. De a szívemben elindult egy boldogság. De miután két és fél évig így ez ment, nem csatlakoztam én szervezethez, semmilyenhez, csak így hallgattam a videókat, és olyan jó volt érezni, hogy hát Isten gyermeke vagyok. És úgy közeledtem a Jóistenhez, és úgy próbáltam élni az életemet, vagy a mindennapjaimat, a házi munkát, a gyerekekkel, mindent úgy próbáltam, hogy mindig érezzem a Jóisten közelségét. De azt hát már utólag sajnálom, de hogy azt abba beleestem, hogy volt egy, aki mesternek nevezi magát, tehát így ugye szerintem benne van a Bibliában, hogy senki nem mondja magát mesternek, csak a Jézus Krisztus az, aki mester, a mi mesterünk. És nála így levélbe bejelentkeztem. De hála a jó Istennek, Jézus Krisztus nem engedte meg, hogy így személyes, ugye így a karanténok miatt is nem volt személyes találkozó és összejövetel, de amikor így mondta, pár mondatban említette, hogy majd lesz nyáron, és ez milyen jó lesz, akkor rögtön beindult bennem a félelem, hogy én nem akarok elmenni. Azt gondoltam, hogy ez csak azért van, mert így a társadalom felé, vagy hogy ugye mit szól majd a családom, hogy én ilyen helyre megyek. De meghallgattam a te videóidat, Attila, és rájöttem, hogy nekem eddig sem volt. Tehát, hogy nem más emberre van szükségem, hanem az Istenre is, Isten kegyelmére is, Jézus Krisztus vezetésére. Azóta átadtam az életemet Jézus Krisztusnak, és tényleg vezet és tanít. És ami fantasztikus, hogy tényleg szívemre helyez, és szól hozzám. És azt mondja nekem, hogy közel vagyok. És ez egy hosszú út, egy hosszú csiszolódás, hogy egyre nemesebbé, vagyis hogy mondtam, mi a jó szó rá, hogy egyre inkább Krisztusivá váljunk, hogy egyre inkább átformáljon minket, ehhez idő kell, de olyan jó érzés, hogy nem vagyok ebbe egyedül, és nem nekem kell erőlködni, hogy most mit tegyek, és tényleg annyira tetszett, mikor mondtátok, hogy az egót, hogyan győzhetnénk le az egóval? Tehát itt isteni erőre, kegyelemre van szükség, nem most mi erőlködésünkre. Az igaz, hogy nekünk is kell tennünk ezen az úton, hisz én is fontos, hogy meghalljam, odafigyeljek, és meg is cselekedjem a Jézus Krisztus szavát, hogy élet legyen és lehessen bennem. De ott van az erő, a kegyelem, az isteni segítség ebben az útban. Szóval ő nap mint nap tényleg vezeti az embert. Tényleg mutatja az utat. És ez csak minden ember tudhatná, hogy tényleg személyes kapcsolatunk lehet Jézus Krisztussal. És a bizalom által, a hit által egyszerűen vezetést kapunk, és megérthetünk dolgokat. És hát ezt akartam elmondani, hogy köszönöm a segítségeteket, köszönöm a bátorságotokat, hogy felvállaljátok ezt az igazságot. És áldjon meg titeket a drága jó Isten.